Üdvözletem, Lákos falváról, ez egy hirtelen jó spontán vlog lesz, mert nézzétek mi van itt. És ezt most szúrtam így ki a Kerepesi útról. Érdekes itt állt, és zavarba vitte a fénysalompót is, ez az érdekes benne. Nem tudom mióta áll itt, én most szúrtam ki. Ezt nem tudom milyen mozdony ez, ilyet én még nem láttam. De a pályaszám ott van, 2000 alapban utána fogok nézni. Nézzétek meg jobban, itt van. Ott megy mellette egy 44-es. És hát itt van, látjátok, villany áramszedője is van. És hát a seprő, tehát ez olyan lehet, mint a hómuki a villamosokon. És egyébként pont olyan X van az oldalán is, tehát és hasonlít is egy mukira. Nem tudom, nem minden esetre ez érdekes itt. És látjátok, a fénysorompó nem villog, nyilván rájött a behatási ponton túl, és itt állt meg. Aztán 10 perc után elment zavarba. És itt ezzel jár az ebbe a kereszteződésbe, hogyha a fénysorompó elmegy zavarba, akkor elviszi magával a közúti lámpát is, és mindenhol villogó sárga van. Hát igen, ez ebben biztonsági okokból van így, hogy véletlenül se adjon zöld jelzést akkor, amikor a tilos jelzés van a hívnél. Hát ez egy érdekes, viszont így az egyik vágányt az blokkolja is. Hát nem tudom, majd megvárok mindjárt egy vonatot, és akkor megnézem, hogy az hol jön. Mert szerintem most emiatt egy vágányozás van. Szerintem Nagy Iccénnél ugye nincs állandó szolgat, és nem nyitották még meg azt a... Nem ért még oda egy váltókezelő se, hogy a szolgatért megnyisse, hogy lehessen egy vágányozni addig. Tehát nem tud eljönni az, tehát Nagy Iccén megfogtálkoztam ott, amíg a dőlő felől jött, az őrsre pedig nem tudják kiengedni. Bármikor az ősen itt a helytelenbe ki tudnák engedni, de onnan még nem jött semmi, már 10 percig vagyok, és nem jött semmi onnan. Úgyhogy nem tudom, mi ezt... Ja, hát igen, itt nem tudják visszadakni, tehát akkor tudják kivinni a helytelenbe ősnél, hogyha Cinkotáig szabad az út. Tehát most valószínűleg ezen dolgoznak, hogy felszabadítsák a pályát Cinkotáig, az összes vonal elmenjen. Hát ugye a fénysorompó, ami továbbra is zavarba, de hát ameddig ez itt van, bent így a behatási ponton túl, addig kikezelni se lehet zavartból. Úgyhogy egyelőre így marad. Ameddig ezt nem tudják el... Na, jön. És akkor, ahogy látjátok, a szerelvény az elment arra, az ős felé. Gondolom, hogy ott meg is fog állni, mert onnan már csak dízelvontatással tud tovább menni az őstől. Úgyhogy valószínűleg az ősre megy. Vagy pedig onnan valami dízel áthúzza. Ugye ott az összekötő vágányon keresztül kőbánya teherig ugye el tud menni. És hát akkor ez ennyi lett volna. Hát azából csak lejöttem a boltba, de sikerült kifognom megint egy témát. Úgyhogy ennyi, sziasztok!